karácsonyi dalokkal várta Akackiás Verklis, azaz Ring István az Atomenergetikai Múzeumba látogatókat december 7-én a Varázslatos Múzeum elnevezésű adventi programon. Az intézmény minden évben készül az ünnepre. Nagyon fontos számunkra az, hogy a gyerekeknek minél többet tudjunk adni, akár az edukációs oldalról nézve, akár élményben, vagy bármiben, amivel segíteni tudunk, és a karácsony az ugye kifejezetten egy jó időszak arra, hogy akár a rászorulókat is valamilyen módon megtalálva keressünk valami olyan múzeumi aktivitást, amivel így be tudjuk a gyerekeket vonzani. Úgyhogy nagyon készültünk az idén. Hasonló programunk már volt korábban is, de most is arra törekedtünk, hogy egy egész napos programunk legyen, aminek kapcsán minél több gyereket meg tudunk szólítani. A délelőtt folyamán a környező településekről több mint 300 alsó tagozatos gyermeket fogadott a múzeum, délután pedig a családok újabb 300 fő számára is megnyitották az előzetes regisztrációhoz kötött rendezvényt. Úgy oldottuk meg a programokat, hogy egyrészt a programok egy része az legyen kifejezetten karácsonyváró, tehát akár úgy is, hogy kézműves program, vagy kis manóverseny, vagy fajátékokat hozták a ringpistiék, tehát az azt jelenti, hogy ott azért nagyon sok mindent ki lehet úgy próbálni, hogy annak van. Megvan az az oldala is, aminek kapcsán ugye a fizikát is meg lehet ismerni, hiszen azért nagyon nem mindegy, hogy egy egyensúlyozással kapcsolatos feladatban, vagy bármelyik másikban ugye mégis milyen ismeretanyag szükséges ahhoz, hogy abban az ember sikeres legyen, tehát hogy a játékok egy része is erre irányult. A karácsonyfadíszkészítés, ügyességi játékok, talányok és fejtörők mellett nem maradhatott ki a rendezvényből a tudós szobája sem, ahol ünnepi rejtét kellett megoldaniuk a vállalkozó kedvű családoknak. A szobában kis matematikai feladványokat kell megoldani, de olyan matematikai feladványt, amit nem igényel különösebb tudást, egy kis logikára, ötletre van szükség, meg hát vannak olyan szövegek, amit értelmezni kell, és ha jól értelmezzük, akkor már gyerekjáték lesz a megoldás. A szobát karácsonyi díszbe öltöztették, és a díszekben is rejtettek el feladatokat a múzeum munkatársai. Az egyik próbatételt elárulta Krizsán Árpád. Igazából van egy olyan feladat, van egy bűvös négyzet, amit azért mindenki ismer az általános iskolából. Nyilván a megfejtéshez szükséges lépéseket, azokat meg lehet találni. A nap folyamán tudományos előadásokat is meghallgathattak a gyerekek Hertlein Károly és Krizsán Árpád Fények, Színek, Hangok címmel mutatott be kísérleteket. Így fogom, így meghajlítom, eltöröm, nézzétek meg, hogy eltöröm, pontosan ott törönt el, ahol bejelöltünk. Vince Bálint téli tematikájú előadásában az állatok ünnepéről beszélt. A rendezvény az esti órákban ért véget.